Somár Zoltán bemutatja. Sziasztok! Az előző részben elindultunk életünk legkülönlegesebb tájföldi kalandjára. Egy angtót béreltünk, igen, tájföldön, a baloldali közlekedésben, és olyan helyekre fogunk eljutni, amiről videót eddig még nem sokan csináltak. Megérkeztünk Kaolakra, kicsit borongos volt az idő, olyan jó tájmódra, igazából úgy esett, hogy alig láttunk kettőig. Tudjátok, van az, amikor nagyon esik, és azt mondjuk, hogy monszun, na ez volt a monszun. Az eső egyébként hamar elállt, és most jöjjön a mai nap, ahol a nyakunkba veszünk Bangna tartományt. Jó reggelt mindenkinek, hát isteni reggelre ébredtünk. Halk zene a háttérből, csodálatos idő, ez a mai nap kezdete, reméljük az egész ilyen lesz. Vágjunk is bele egy jó reggeli úszás innen közvetlenül az apartmanból. Hát na, szóval élni tudni kell, srácok, induljon a nap, induljon, fedezzük fel Bangnát. Első úti célunk ma egy kilátópont lesz, egy gyönyörű hely, ahonnan belátjuk az egész Bangna öblöt. Samet Nangse, a kilátópontóba föl fogunk most menni. Idáig lehet jönni kocsival, eddig a placig. Itt venni kell jegyet, ha autóval akarsz, taxival akarsz fölmenni, akkor 90 watt per fő. A gyalog, amit nem ajánlok senkinek ebben a melegben, akkor csak 30 watt a belépő. A taxik sűrűn járnak, és az út kb. 5 perc felfelé. Teljesen érted, hogy miért nem lehet ide följönni saját kocsival. Nagyon brutális az út. Ez a kilátó nem csak a Bangna öböl és Bangna tartomány egyik legszebb része, hanem méltán Tájföld egyik legszebb része is. Hát srácok, mikor fölértek ide, akkor egy mély levegő, szívjátok be az atmoszférát, ami itt van, és egy picit adjátok át magatokat az élvezetnek, aztán utána mehet az Insta fotó, a videó, minden, de előtte hagyjatok pár percet az élményre. Egyébként a kilátó magántulajdonban van, és működik rajta egy szállás is. Színkompozíció maga a tökély, a sziklás, a mészkőcsúcsok és a mangroverdő kombinációja páratlan látvány. Vettünk friss kokonatot. Istenem, de jó. Tényleg friss. Hűtve van, jégbe úsztatják. 25 bar. Ennyit megérdemel az ember, nem? Nem jut eszembe más. Bangna tartomány egyik legszebb kilátóhelye. Megközelíthető egyébként Phuketről is könnyen, és Kaolakról is könnyen. Turista utak is jönnek ide, úgyhogy ha valaki nem bérel éppenséggel robogót vagy autót, akkor simán elhozzák ide szervezett út keretében. Kedvencem, amit régen még nem láttam, az az útszélnél lévő 7-Eleven automaták. Miért jó kocsival jönni? Hát ezért, mert ilyen szépségekbe lehet belebotlani. És igen, Tájföldön lépten nyomon belebotlunk ilyen érdekesebbnél érdekesebb látnivalókba, amit mi rendszeresen ki is használunk és meg is állunk. Tudjátok, hogy táj nevekből nagyon jó vagyok, az összeset rosszul ejtem kb. Szóval ez itt a Somdet Prá, Sinaga Rindra parkocska, nem messze, itt a Bangna öböltől. Egy nagyon hangulatos kis park, szerintem jól néz ki ezzel a tóval, körbe lehet járni, lehet biciklit bérelni, nyugiban el lehet tölteni itt pár órát. A Somdet Prá egy tiszteletteljes cím Tájföldön, amely a táj királyok vagy más fontos vallási és politikai személyiségek előtt használatos. Ez egy olyan cím, amely magas tiszteletet fejez ki az illető iránt, és a táj kultúrában is nagy tisztelettel bánnak vele. És a park mellett található a Tigris barlang, amit mindenképpen érdemes meglátogatni, mivel kivételes természeti képződményeket kínál. Ez brutál hangulatos, csak az életemet kockáztatom, mert víz van az úton, és ez meg egy picit mélyebb víz. De a videó ér mindent. Itt a peremen egyensúlyozva sétálunk beljebb és egyre beljebb. Tök jó. És ahogy a nap besüt, ide megéri eljönni. Elővigyázatosságot is igényel az itt létünk, amikor mi jártunk itt, elöntött mindent a víz, de a majmok miatt is érdemes etetési időben érkezni, mert olyankor a majmokat pont nem érdeklik a turisták, el voltak foglalva az evéssel, és mi meg tudtuk őket tekinteni. Az etetési idő délután 2 és 3 között szokott lenni. Hát tudjátok mi ez? Pontosan amit láttunk. Ez a majomparádé. Tessék, ez a kifejezés innen ered.
tisztán, mint egy safari park. És egy picit arrébb a szomszédos parkban belefutottunk egy igazi táj temetésbe. Ezek a temetések számos kulturális és szimbolikus jelentéssel bírnak, általában nagyon fontosnak tartják a tiszteletet és a hagyományokat. Ők a körforgásban hisznek az újjászületésben. Minden vég egyfajta kezdet az ő kultúrájukban. Akik a temetésre jöttek, azoknak mindegyiknek az ablaktörlőjénél van egy ilyen kis törölköző. Hát ez a gyásznak a jele. És ahova most megyünk, az nem más, mint a Tampung Chan. Ez az előző helyszíntől körülbelül 300 méterre van. Ha már ott járunk, akkor ezt is útba lehet ejteni. Meglehetősen hasonló egyébként. Teljes területet átitatja a füstölőnek az illata. Behatolunk ide a sötétség birodalmába. Ez így nagyon kemény. És halljátok ezt a hangot? Ezt nem tudom, átgondoltam-e. Vizes? Vizes. Aha. Nézd meg, bokáig már nem menjünk bele. Jó, nem. A hang se túl bizalomgerjesztő, és főleg a víz miatt. Nem más miatt, nem a sötét miatt, meg az ismeretlen miatt, nem, nem. A víz miatt visszafordulunk. Egyébként szerintem ez ilyen gekkó hang volt, nem? Vagy a barlang sárkányának a hangja. A papucsodat itt hagytad? Ja nem, jó van. Vagy csak valaki bement a barlangba, és a bokáig érő vízbe, és levette a papucsot, előrelátó. És ha szeretnénk megnézni ezt az egészet felülről, akkor itt egy kilátó pont. Nagyon más nem látunk, de megnézzünk mindent, ha rálátunk az eseményekre. People tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger. Itt az új autóm, átülünk, most vettem. 100 batérit a sarkon. Aha. Tök jó Honda, mit akarsz? Fényezés egy picit putri, de nem baj, viszont fehér gumikkal. Következő megállunk, ez a Wat Suha Kuha. Jól mondom? Wat Suwan Kuha. Következő megállunk a Wat Suwan Kuha templom lesz, ami 9 km-re van az előző helyszíntől, tehát itt mondhatni, hogy minden egy rakáson van. Bejáratnál árulnak banánt, de ezt nem az embereknek, hanem a itt lévő majmoknak, hogyha akarod őket eltetni. Egy majmot nem láttam még. Én sem. Lehet, hogy benn vannak, nem? Hát itt kint biztos, hogy nincsenek. Illetve most már látok egy pár. Belépőt kell venni 20 batér, és neked kellett venni egy ilyen lepedőt, amit magadra kell teríteni, hiszen vallási helyszínre kerültünk, aminek volt valami díja? 20 bat. Az is 20 bat volt? De azt visszaadják, vagy megtarthatod? Hát akkor van egy remek piros zászlón. Nekem vissza kell adni, ők nem adják vissza. Ja, hogy te visszaadod, ők nem adják vissza. Azt hittem, hogy szereztünk egy kínai zászlót. Szóval ez itt a Wat Suwan Kuha, és arról nevezetes a hely, hogy van egy fekvő Buddha. Persze jóval kisebb, mint amit Bangkokban találunk, de hát ez az itteni fekvő Buddha. Látjuk is már, hogy itt pihenget. A templom egy népszerű zarándokhely a helyiek és a turisták körében is. Wat Suwan Kuha jelentése a majombarlang temploma. A barlangba épült templomban számos buddhista szobor és vallási szimbólum található. Amúgy egész jó az idő itt, nem? Mm-hmm. Kellemes hűvi van, legalább egy fokkal van hűvösebb, mint kint. Úgyhogy már csak 34 fok van itt. Van még tovább, igen. Ezek a kavicsokból vagy kövekből épített kis szobrocskák hagyományosan a meditáció és a belső békesség szimbólumai. A kis szobrocskák megalkotása a jelen pillanatba és a belső csendbe hozza az alkotót. Figyelj, nézd oda! Oda még föl lehet menni. Hát sajnos nem tudunk fölmenni, mert a lépcsőfokokat éppen karban tartják. Úgyhogy csak eddig jutnak az emberek, úgyhogy megyünk vissza. Na mi van? Tesődött kikiriki? Mi? Itt vagyunk egy random városban, és egyszerűen imádom Tájföldbe, hogy bárhol megállsz, csak leparkolsz,
És már mész is a dolgodra. Nincs parkolási díj. Találtunk egy helyet itt a főutcán, és még nem ittam mangósokat az elmúlt pár napban, úgyhogy azt hiszem, hogy itt lesz. Most legyen nagy szer. Most nincs. Megvannak illetődve tőlem. Mondjuk érdekes az étlap, hogy néha kín van angolul, néha nincs kín angolul. Aha, igen, itt látszik, hogy ezeket ne egyed, nem európai gyomornak való, ezeket ne eheted. Igen, onnan jöttünk, arra haladtunk, ide tértünk be. A hely neve egyébként a hátam mögött is látható Kók 51 néven fut, és ez Erevan nevű kisváros. Among the flowers, we just let the days pass. Nem akarod előre vészjósolni semmit, de szerintem esni fog. Mikor vettük át a kocsit? Kedd reggel? És most van csütörtök délután, és mindjárt átlépjük az 1000 kilométert. Azért ez nem semmi, közben megjött a beígért eső is, és közben megvan az ezres. It was impossible to make us embarrassed, we were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. Tájföldön a helyiek nagyon vendégszeretők és kedvesek, és úgy éreztük, hogy minél inkább a kevésbé turistás részen vagyunk, ez annál inkább igaz volt. Csodaszép volt, nagyon kedvesek voltak. Bent volt egy táj hölgy, megtanított, hogy kell imádkozni, oda jött hozzám, végigvezetett, körbevezetett. Number one. Füstölőket gyújtottunk, nagyon cuki volt. Szív, a test és a lélek egyesüléséről próbált beszélni. Érdemes óvatosan vezetni tájföldön, különleges táblasorozatunkat látjátok, egy fa rádől éppen egy autóra. Ilyet se láttam még. Ez itt az út szélén a rák tele. Itt tenyésznik a garnélákat, meg az egyéb rákfajtákat, amit aztán mi megesszünk. Kaolakon menetrendszerűen hegyön az eső délutára. Általában reggel és délelőtt gyönyörű idő van, még délben is, utána ilyen 1 óra 2 felé befelhősödik, és 3-4-5 óra felé pedig leszakad az ég. Ez egy ilyen mikroklímai ebbe a térségben. A Pangnács szépségeknek az első része most véget ér, a következő videóban megyünk Kaolakra, ott megmutatunk mindent Kaolakkal kapcsolatban, hogy miket lehet ott megnézni, milyen programok vannak, és még mindenképpen maradjatok majd itt a csatornán, hiszen jön az egyik legszebb nemzeti park itt Tájföldön, ez nem más, mint a Kaosok Nemzeti Park, ahova szintén el fogunk látogatni. Ha még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, légy, ezért nagyon támogatod a csatornát, így is dobj egy lájkot, ha tetszett a videó, és iratkozz fel. Azt mondtam, úgyhogy mindent elmondtam. Nézd meg a következő videót, sziasztok! When we were younger, we used to sit on the grass and go damn, I don't wanna grow up. És megszokhatjátok, hogy soha nem ér véget ott a videó, amikor elbúcsúzom, mindig van valami kis extra. Ez jön most is. Felrúgom a vizet? Felrúgom a vizet, lemondom a tetőt. Szóval egy jó kis tengerparti. Ott a tenger, meg a part, itt meg a hosszás. Úgyhogy ezzel zárjuk a napot. Kellemes egy órát. When we were 17.